A WHO programjaihoz igazodva a legváltozatosabb módon gondoskodik a szentendrei idősek egészséges életmódjáról és a szépkorúakat felkaroló közösség kialakításáról az Egészséges Városért Közalapítvány a város más szervezeteivel karöltve. A városban két olyan szervezet is van, az egyik a gondozási központ, aki kötelező feladatellátásban gondoskodik az idősekről, a másik pedig az Egészséges Városért Közalapítvány, akivel mi nagyon szorosan együtt dolgozunk különböző programokon, tehát ő rajtuk keresztül valósítjuk meg igazából az idősekről való gondoskodást. Ezen kívül a város létrehozta a helyi egyenlőség kerekasztalt, ahol, illetve fórumot, ahol az idősek esélyegyenlőségével kapcsolatban is intézkedéseket hozunk. A tavalyi évben készült el az egészségtervünk, ami természetesen őrájuk is odafigyel, tehát hogy milyen olyan feladataink vannak, és ennek az intézkedési tervébe beletettünk olyan dolgokat, ami kimondottan az idősekről szólnak. A közeljövőben elkezdődnek az Alzheimer Café foglalkozásai is, az Egészséges Városért Közalapítvány szervezésében. A sokrétű programokon egyebek mellett a Mozdulj Szentendre és a Szegyik Gyalogló Klub eseményein is részt vehetnek az időskorú lakosok. A városban most már tavaly szerveztük meg először és az idén másodszor az önkéntesek napját, mert fontos nekünk, hogy azok az aktív idősek, akik szeretnének még a társadalomért tenni, megtalálják a helyüket, és hogyha önkéntesen tudnak együtt dolgozni városban levő szervezetekkel, akkor ez számunkra nagyon fontos. A szervezők elsődleges céljai között szerepel, hogy jótékonysági tevékenységekkel is segíteni tudják az érintetteket. Egy viszonylag kedvezményes megjelenésért jönnek, ami végül is egy jótékonysági tevékenység. Úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon megmozgatta ez a hír, hogy valami olyan műsort kapnak, ami a fiatalságukat a 20-30-as, 40-es, 50-es évekből visszahozza. Az ismert fellépők nagy sikernek örventek a rendezvényen. Többik között a Hard Jazz Band Kossuth Díjas zenekar szórakoztatta a nagy érdeműt. És az est fénypontja pedig a Hard Jazz Band, akik már próbálnak bent a teremben, és megérkeztek a jótékonyságú koncertjükre. Gondolom, a polgármester azt, hogy mondta, hogy a város egy tombolát is szeretett volna, meg is lesz, meg is kapják, és utána pedig a vendéglátás, amit szintén a városnak és részben, egy kis részben a közalapítványnak is köszönhetnek. A zenekar tagjai örömmel mondtak igent az Egészséges Városért Közalapítvány felkérésére. Játszunk mi boldogan. A mi zenénk az örök érvényű. Tehát a mai fiataloknak is szól természetesen, nagyon sokan szeretik is, de az idősebb generáció talán egy kicsit jobban ismeri ezt a hangzásvilágot. De már el kell, hogy mondjam, hogy a mai 70-80 évesek már a nagy generációhoz tartoznak, tehát ők már a Ill és Omega Metron nőttek fel. Inkább azt mondanám, hogy az ő szüleiknek volt ez a mindennapjaiknak a zenéje, mindennapjaik zenéje. A Hard Jazz Band tagjai gondosan válogatták össze repertoárjukat a tegnapi fellépésre, de örömmel játszották el azokat a dalokat is, amelyeket a közönség szeretett volna hallani. Általában a mi kis örök zöldjeinket, Fényes Szabolcs szerzemények, Oda vagyok magáért, stb. Amiket együtt fogunk tudni énekelni, és szerintem azt fogom csinálni, hogy megkérdezem a közönséget, hogy melyik számot szeretnék szívesebben hallani. Ez nagyon változatos zene. Én ha akarom, akkor eljátszom egy kicsit gyorsabban, amit tegnap lassan játszottam. Az már egy egész más dimenzió. És hogyha az ember jó paszban van például, jól szól a hangszer, vagy jó fizikai, vagy szellemi állapot, lelki állapotban, akkor olyan dolgok jutnak eszébe, amik máskor nem. És akkor az improvizációink alatt mi azt eljátszunk, és a többiek hallják, hogy fú, de jókat játszott a másik, akkor én is. Tehát van egy ilyen dominó reakció, elv a mi zenénkben. Egy fontos, hogy a ritmus szekció nagyon jól lüktessen, mert az egyfajta dopping a szólistáknak. És hát ez hullámzó, szóval van, amikor kicsit fáradtabbak vagyunk, akkor nem olyan, de hát van egy, nyilván van egy színvonal, ami alatt már úgy hál' Istennek nem játszunk. Milyen kötődést tápolnak Szentendrével? Nekem egy nagyon kedves barátom itt lakik, Stark Zoltán, és egy másik nagyon kedves barátom, mégpedig Tihanyi István doktor úr, és ők szorgalmazták, hogy mi ide kijárjunk. Legközelebb október 1-én vasárnap 9 és 16 óra között a Paprika Bíró utcai nagyparkolóba érkező szűrőkamionban vehetnek részt vizsgálatokon az érdeklődők. Jelentkezni a helyszínen, valamint péntekig a 0620 429 80 21-es regisztrációs telefonszámon lehet.